földön lép, hogy az éken jár, agyam szűk mélyén belén válj. A vidék szépségét, árnyoldalát és egy benne élő faszekas mester mindennapjait mutatja be az Életkő című film, ami a dokumentumfilmek a vidékről című pályázatra készült. A verseny mintájára indult útjára idén a vidék, ahol élek névre keresztelt pályázat. Lehetnek filmek, filmek esetében maximum 10 perces időtartamú filmek, lehetnek novellák, versek, festmények, fotók, öt darab fotót várnánk. Ugyanis úgy gondoltok, illetve prezentációk is, hiszen egy-egy sikeres vidéki vállalkozás prezentálni tudja azt, hogy miért érdemes például egy fiatalnak elhelyezkedni a mezőgazdaságba, vagy saját vállalkozásba fogni. Az Európai Unió területének 93%-át teszi ki ma vidéki térség. Magyarország népességének több mint 80 a él ma kisebb városban, faluban. A pályázat a vidékfejlesztést és a munkahelyteremtést segíti. Az Agrária Apőre Egyesület és a Europe Direct szólnak, közösen hirdette meg a pályázatot, melynek valóban az a célja, hogy az emberek, akik vidéken élnek, saját maguk látják azt, hogy milyen a vidék életképessége, hogyan tudnak vagy tudnának azon változtatni, hogyan ítélik meg a szolgáltatásokat, a vidéki munkalehetőségeket, a szórakozási lehetőségeket. Tehát nagyon sok minden tartozik a vidékbe. A pályamunkákat március 5-ig lehet eljutatni a Europe Direct szólnak irodájába postai úton, illetve e-mailben. A legjobb műveket a Versegi Ferenc könyvtárban március 22-én mutatják be.